Izgalmas időszak van a Fehérváron is működő Vértesi Tömegsport Egyesület karatékái mögött, és talán még izgalmasabban előttük. De kezdjük az elején. A múlt heti Gánti edzőtáborban többen is sikeres övvizsgát tettek, így lépve magasabb szintre. Övvizsgával zártuk ugye a tábort, ott kétféle övvizsga volt, egy mestervizsga, az mindjárt a tábor elején volt, de ott ugye az egész tábor maga a vizsga részét képezte. Négy tanítványom tudott fekete övre vizsgázni. A Fekete Páris Szabolcs, Nagy Natália, a Kertész Zoli és a Nyeste Viktor, ők sikeres danvizsgát tettek fekete övre, és a tábor végén pedig kiúvizsgák, tehát tanulófokozatokra vizsgáztak a tanítványok. Ott amit kiemelnék, az az, hogy az ifjúsági csapatunk edzője Barnaves vizsgát tett, tehát ő is most már elindult, az ugye a fekete övnek a kapuja, tehát elindult a fekete övvésé válás, vagy mesteré válás útján. Általában ezzel a táborral a tavaszi szezon véget is szokott érni, most azonban nem így lesz. A VTS-ek karatékáira még egy nemzetközi edzőtábor, és annak végén komoly megmérettetés vár. Szombaton indulunk Kamcsiára, az Várna mellett egy kis üdülő település, ahol a Kyokushin World Union-nak, a KVU-nak lesz egy nagy edzőtábora, egy 1500-600 fős edzőtábor, és itt fogunk majd edzőtáborozni, illetve lesz három verseny, ebből mi az utánpótlás világkupán vagyunk érdekeltek, de lesz súlycsoport nélkül Európa-bajnokság, illetve lesz egy Szelsin gála is, ami leginkább a K1-hez tudnám hasonlítani. Bulgária után egy kis, de tényleg csak egy kis pihenő vár a csapatra, augusztusban már indul a felkészülés az őszre, mely szeptember 10-én a Szolnok kupával indul, és számos például belgiumi, illetve angliai nemzetközi tornával folytatódik.